Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Adventi vásár, a pénteki megnyitón Sopron karácsonyfájának fényeit is felkapcsolták. Megyei civil nap, megyei civil szervezetek mutatkoztak be és díjazták is a legjobbakat. És adventi gyertyagyújtás, a karácsonyi vásáron és a Jerevánon is fellobbant az első láng az adventi koszorún. Megnyílt az adventi vásár Sopronban. Az idei évben is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő és fahéj illattal, étel és ital finomságokkal, valamint kézműves termékekkel várják a látogatókat a várkerületen. Az eseményen a város karácsonyfájának fényeit is felkapcsolták. Forralt bor és kültös kalács illat lengi be a várkerületet. Megnyitott a soproni adventi vásár, ahol idén is várják a karácsonyi ráhangolódás jegyében az érdeklődőket. A rendezvényt dr. Farkas Ciprián nyitotta meg, aki az adventi időszak fontosságáról beszélt. Mint mondta, ez az ünnepekre való készülődés és a reményteli várakozás időszaka. Nagyon bízom benne, hogy ahogyan a város, legalábbis a várkerület, az ünnep fényeibe öltözött, úgy majd ahogyan haladunk előre az adventben, az emberek, az önök lelke is majd az ünnepi fényben fog ragyogni. Ezért csináltuk ezt az adventi vásárt idén is, hiszen nem akartunk senkit sem megfosztani az advent hangulatától, ami az elcsendesedés és a várakozás időszaka, ami a Szent Karácsonyig terjedő 4 hét, idén november 25-től december 24-ig tart. Hölgyeim és uraim, idén az adventi vásár egy kicsit kisebb, mint azt megszokhatták, hiszen az energiaválságra való tekintettel nekünk is hozzá kellett igazítani az életünket a megváltozott körülményekhez. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a várkerületen kizárólag energiatakarékos ledizzók kerültek elhelyezésre. A karácsonyfán, amikor majd kiválasztunk egy kisgyereket, aki ide jön majd hozzám és segít nekem meggyújtani, 7000 izzó fog felgyulladni. A 7000 izzó összesen 500 watt, ez pedig itt azt mondták nekem a szakemberek, hogy pontosan negyede egy hajszárító fogyasztásának, tehát ekkora költséget emészt fel a város költségvetéséből ennek a fának az üzemeltetése. 3, 2, 1! Pénteken este ünnepélyes keretek között egy kisgyermek segítségével kapcsolta fel Sopron polgármestere a karácsonyfa kivilágítását, és nyitotta meg hivatalosan az adventi vásárt. A csodálatos színekben pompázó karácsonyfa mellett karácsonyi kézműves termékekkel, lélekmelengető italokkal és finom ételekkel is várják az érdeklődőket. Hagyományos éttermi szolgáltatások mellett nagyon igényes kézműves vásár várja a vendégeket, és a programok közül kiemelnénk a vasárnap esténként rendszeresen 6 órakor kezdődő gyertyagyújtást, amelyen a városvezetők mellett a különféle történelmi egyházak képviseltetik magukat. Az adventi vásár idén december 24-ig várja a látogatókat a várkerületen. Második alkalommal tartották meg a megyei civil napot, ezúttal Sopronban a Liszt központban. Átadták a megye civil szervezete díjat, melyet idén a Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért alapítvány érdemelt ki. A civilként a közszolgálatáért elismerést pedig dr. Koltai Miklósné, a Lővéri Nyugdíjas Klub vezetője vehette át. A rendezvényt a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar dallamai nyitották meg, majd dr. Iváncsics János, a Kisalföldi Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány ügyvezetője és Sopron polgármestere üdvözölte a megjelenteket. Meggyőződésünk, hogy egy közösség, egy város igazi ereje, polgárai által létrehívott kezdeményezések sokszínűségében és azok sikerességében rejlik igazán. Sopront is mindenkor a soproni polgárok tették nagyjá, és ma is nagy boldogság számunkra, és nagy öröm, és nagy erőforrás az, hogy a városban számtalan civil szervezet tevékenykedik. Alapítvány, egyesület, kör, baráti kör, egylet, és még sorolhatnám. Ékes bizonyíték ennek az, hogy az ország legelső városépítő egyesülete Sopronban alakult, a mai határokon belüli legrégebbi tűzoltó laktanya a Sopronban van, és azt is akkor civilek hívták életre, hiszen a tűzoltó és torna egylet az akkor egy vadonatúj kezdeményezés volt Magyarországon belül. Mi gazdagok vagyunk ebben, nagy erőforrásaink vannak a civil szférában, és ne felejtsük el, hogy ha a civilek összefognak, akkor a világ fundamentumait is meg tudják mozgatni. Erre pedig jó példa az 1921-es népszavazás kikényszerítése, illetőleg az 1989-es események lebonyolítása is, amely mindkettő civil kezdeményezésből fakadt. Tehát, hogyha nem lettek volna civiljeink, aktív cselekvő polgáraink, akkor ma Sopron nem lenne a leghűségesebb város, és nem lenne a szabadságvárosa sem. Az
életnek értéket csak a szolgálat adhat, mellyel az emberek ügye felé fordulunk. A folytatásban Orbán Júlia, pedagógusok Soproni Művelődési Házának igazgatója szavalatával emelte a civil nap hangulatát. A nap részeként átadták a megye civil szervezete 2022 díjat, valamint a civilként a közszolgálatáért 2022-es elismerést is. Sopron egy igazi polgári és civil város, közel 400 civil egyesület működik, és ennek jelentős része aktív. A mai napon számomra a legnagyobb öröm, hogy két olyan egyesület és személy került díjazásra, civil kitüntetéssel, akik azt gondolom nagyon megérdemlik. A Soproni Pedagógusok Háza 70 éves, és idén ők kapták az egyik civil díjat, a másikat pedig a Lőveri Nyugdíjas Klub elnök vezetője, Koltai Miklósné, aki több mint 15 éve vezeti a klubot. Azt gondolom, mind a Pedagógusok Művelődési Háza, mind pedig a Lőveri Nyugdíjas Klub a városunk civil életének meghatározó része, és én szívből gratulálok nekik. A Konzervatív Műhely Alapítvány együttműködésben a Kisalföldi Vállalkozás Fejlesztési Alapítvánnyal, a Győr-Moson-Sopron megyei civil közösségi szolgáltató központ címbirtokosával a megye civil szervezeteinek vezetőit, tagságát várta a jeles eseményre. A megyei önkormányzat döntheti el azt, hogy ki az, aki a megyében a civil információs szolgáltató központ hálózatot működtetheti. Ezt a tisztséget idén is a Kisalföldi Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány nyerte el. Az ő szervezésükben nagyon erőteljes eseménysorozattal támogatják meg a civil közösségeket. Minden évben több információs napon kapnak arról tájékoztatást, hogy mi módon kaphatnak pénzt, támogatást ahhoz a közösségi munkához, amit a civil szervezetek végeznek. Én a civil nap jó alkalom arra, hogy legalább egy évben egyszer megköszönjük azoknak az embereknek azt a hozzáadott értéket, amit a társadalomnak az életéhez hozzátesznek, hiszen nem csak olyan szervezetek vannak, akik a saját szórakozásukra jönnek össze közösségbe, hanem nagyon sokan vannak, akik valamilyen karitatív szervezetet, valamint szociális ügyet vagy kulturális ügyet tudnak támogatni, és bizony azt a hozzáadott értéket, amit ezek az emberek önként tesznek hozzá a saját szabadidejükből a világ dolgaihoz, azt GDP-ben is kifejezve, hát azt mondom, hogy hatalmas értéket jelent. A rendezvényen jelen volt Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, aki köszöntőjében a civil önkéntesek munkáját méltatta. Nagyjából olyan 5 milliárd valamennyivel kezdtük a miniszter úrral, most már 20 milliárd volt idén, amit szét tudtuk osztani, tehát meg négyszereztük a civil szférának adott forrást, tehát az engem nem fog arra animálni, hogy egy-egy cég jobban beszél a civilért, hogy végre akkor most csökkenteni tudom én a saját, hiszen az nekünk nem jó, meg egyáltalán a civil szférának sem jó, és nyilván az ember nem kevesebbet akar dolgozni, inkább többet, és többet szeretne tenni a civil szféráját. Egyetértve ugyanakkor mindazon kijelentésekkel, amelyeket képviselő úr is, és elnök úr is tett azzal kapcsolatban, hogy a civil szféra egyébként önmagától is néha állami segítség, vagy önkormányzat egyébként segítség nélkül is azért nagyon jól lehet tud ketyegni. Hiszen az önkénteseknek a száma, az önkénteseknek a munkája, amit nagyon tisztelünk, az ott van minden civil szervezet mögött. Nem tudom, tudják, hogy hány önkéntes van az országban. Itt nagyjából 400 ezer önkéntes dolgozik civil szervezeteknél Magyarországon. Egy nagyon szép szám. Közel fél millió ember dolgozik úgy civil szervezeteknek, hogy a saját szabadidejéből elvéve az időt, munkaidőn túl, vagy munkaidő megelőzően megy és segít a rászorulókon, segít annak az adott civil szervezetnek, amely például ezen a területen aktív, és ezáltal azért tényleg nagyon sok emberhez tudunk elérni. A programok közben és után standjaiknál a megye több civil szervezete is bemutatkozott. Többek között a Montás Kézműhely Egyesület, a Hövei Csipke Egyesület, a Győr-Moson-Sopron megyei Polgárőr Szövetség, a Crazy Garázs Egyesület, a Soproni Fotóklub, valamint a Felpécért Alapítvány. A hagyományoknak megfelelően vasárnap este gyújtották meg a város adventi koszorújának első gyertyáját a soproni karácsonyi vásáron. Az ünnepváró rendezvényen több százan várták, hogy fellobbanjon az első láng. A Fidelissima vegyeskar felemelő muzsikája emelte advent első vasárnapján az ünnepség fényét.
A gyertyagyújtás alkalmával Barca Attila, Sopronis térsége országgyűlési képviselője, nagy örömét fejezte ki, hogy az adventi vásár a jelenlegi nehéz helyzetben is sikeres, sok látogatót vonz. Szinte hihetetlen, hogy így elröppent újra egy év, és újra itt állunk a gyönyörű adventi vásárban a várkerületen, Sopron adventi koszorújánál, és meggyújtjuk az első gyertyát, ami a hitet jelképezi. Én azt gondolom, hogy a hitre mind a keresztény, mind a vallás kevésbé gyakorló családokban óriási szükség van, hiszen hinni kell abban, hogy az életünket a legjobban tudjuk alakítani, hogy céljainkat el tudjuk érni. És én azt gondolom, a karácsony az az ünnep a mai rohanó világban, ahol minden család egy kicsit tud lassítani, tud együtt időt tölteni, és ez alapvetően meg tudja adni az ünnepnek a szeretetét. Szabó Bertalan domonkos szerzetes az ünneplőknek kiemelte, különösen fontos üzenete van ebben az esztendőben az adventi időszaknak. Egészen világos számomra, és gondolom, hogy sokak számára is, hogy ebben a 2022-es adventben az, amire különösenképpen kell figyelnünk, az nem más, mint a béke. Mert hiszen látjuk ezt a hadviselésre készülő világot, azt, hogy milyen nagy a háborús fenyegetettség szerte a világon, hogyan próbálja ma Magyarország őrizni a békéjét, szolgálni azokat, akiket fenyegetnek, akiket elnyomnak. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára nem csak országos szinten, hanem személyes szinten is nagyon-nagyon bensőleg érint. A karácsonyi vásár egyik legszebb pillanata, amikor meggyullad a város adventi koszorújának első lángja. A város adventi koszorújának második lángja vasárnap ismét 18 órakor gyulladt fel a soproni karácsonyi vásárban. A Jereván lakótelep adventi koszorúján is felgyúlt az első gyertya vasárnap délután. A városrészben már hagyomány, hogy adventi koszorút állítanak, és az első vasárnap meghitt ünneppel várják az ott élőket. A Jereván lakótelep első adventi gyertyájának meggyújtása alkalmából a Lővéri Nyugdíjas Klub meghitt műsorral lepte meg az ünneplőket. A városrészben minden jeles alkalom, így advent elérkezte előtt is méltó módon tiszteleg az összetartó közösség. A nagyszámú érdeklődött Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereván lakótelep településrészi önkormányzatának elnöke köszöntötte. Az ünnepek, jeles napok és különösképpen az ilyen nagyon bensőséges és nagyon fontos és nagy ünnepek, mint a karácsony és a karácsonyvárás, az advent ideje, ezek nem csak az egyénnek fontosak, ezek a közösségnek is nagyon fontos ünnepek. És éppen ezért hosszú évek során kialakult már itt Jerevánon az a közösség, az a közösségi összetartozás, amelynek során ezeket a napokat mindig meg tudjuk közösen ünnepelni. És ez nagyon nagy öröm, ez mindenkit föltölt, és azt hiszem, hogy ez gazdagabbá teszi Jerevánnak az életét. A gyertyagyújtáson ünnepi gondolatait megosztotta dr. Barta Zsolt református lelkész, Német István plébános és dr. Tóth Károly evangélikus lelkész is. Én azt javaslom, vagy azt tanácsolom mindenkinek, hogy az ünnepnek ezeket a fényes pillanatait éljük meg együtt, a családunkkal, éljük meg azáltal, hogy segítünk másoknak, a rászorulóknak, és vegyünk részt a egyház Isten tiszteletében, hogy Krisztusnak az üdvössége közel kerüljön hozzánk. A mai vasárnapon a katolikus egyházban Máté evangéliumából olvasunk egy szakaszt, ahol az Úr Jézus arra buzdít bennünket, hogy virrasszunk, hogy legyünk éberek, hogy a vele való találkozásra fel tudjunk készülni. Én azt hiszem, hogy ebben az adventben talán ez a legfontosabb, hogy a szívünk mélyén tudjunk egy kicsit rendet tenni, tudjuk egy kicsit készíteni magunkat arra, hogy az Istennel való találkozás az valóban egy örömteli esemény legyen. Nem csak így decemberben, hanem nyilván ez az egész életünknek a programja, de a karácsony ünnepe, az Úr Jézus megtestesülése ennek különös aktualitást ad, és én azt hiszem, hogy ha ezen az úton tudunk találkozni a jó Istennel, akkor az mindenképpen meghozza a szívünknek a békéjét. A mai napon advent első vasárnapján az evangélikus templomokban egy olyan ige szólal meg, egy ószövetségi profécia, ami azt mondja, hogy újjong, örülj Sion leánya, mert eljövök hozzád, így szól az Úr. És ez egy nagyon biztató üzenet számunkra, ami arról szól, hogy nehéz körülmények ellenére is, mert akkora fogságból hazatért izraeli nép számára is, és
Most 2022-ben számunkra is nehéz körülmények vannak, de ilyen körülmények között is lehetséges az öröm. És ennek az örömnek az a titka, hogy az Úr érkezik hozzánk. Ezt hirdeti Advent, hogy ő nem marad távol tőlünk, nem hagy minket magunkra, hanem eljön hozzánk. Ez a vigasztaló üzenete Adventnek, és ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt tudjuk megtapasztalni, és ebből örömünk legyen. A jövő héten felállítják a Jereván Betlehemét is, december 7-én pedig adventi hangversenyre várják az érdeklődőket a Szent Imre templomban. December 13-án a Szolgáltatóház átriumában 9 és 12 óra között jótékonysági adventi könyvvásárt is tartanak. A Fertődi Eszterházi kastély adventi koszorúján is meggyújtották az első gyertyát. Az eseményen a Joseph Haydn alapfokú művészeti iskola részfúvós kvártettje adott rövid koncertet. Az első adventi gyertyalángot hagyományosan a kastély dolgozóinak a gyermekei gyújtották meg. A négy gyertya advent négy hetét, és ezen felül négy fogalmat is jelképez. Az első a hit erejét szimbolizálja. Az Albafehérvár a 25 pontos Fillmore vezérletével 91-85-re nyert otthon a Sopron KC ellen a férfi kosárlabda NB1 9. fordulójában szombaton. Lassan kezdett Kostas Flevarakis együttese, a nagy szünet után azonban visszajöttek a mérkőzésbe, de fordítani már nem tudtak. A soproni együttes jelenleg 4-4-es mérleggel áll. Legközelebb a budapesti Honvéddal játszanak december 3-án a Novomatic Arénában. Borús, szeles napok elé nézünk, az időjárásról részletesen híradónk után haladnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelyben Kócán Bálint Gáncs Krisztiánnal beszélget az Extrém Burgenland felkészítő túráiról, majd Hajrá Sopron című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradóját látták, műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden borult lesz az idő, számottevő csapadék nem várható. Délután 3 és 8 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szerda reggelre már kevesebb helyen képződhet pára, köd. Délutára mindenhol beborul az ég, viszont szitálás, gyenge eső csak elszórtan fordulhat elő. Napközben 3 és 8 fok között alakulnak a maximumok. Csütörtökön és pénteken sok felhő lesz az égen, csapadék csak elvétve fordulhat elő.